mestert, akinek a szelleme világos, a tudása nagy és a szíve jó. Én e gondolatokkal köszöntelek benneteket pedagógus napi ünnepségünkön. E gondolatok szépen fejezik ki azokat a tulajdonságokat, amelyek a tanár tanárra, a pedagógus pedagógussá teszik, és megmutatják, hogy milyen nehéz mesterség, milyen komoly feladat, és milyen életre szóló hivatás a mi pályánk. Én köszönöm mindannyiótoknak a türelmes, kitartó, lelkiismeretes, magas színvonalú munkáját. Kívánok a közelgő szünidőre feltöltődést, kikapcsolódást, jó egészséget mindannyiótoknak. Nagy dologra, a gyógyítás mellett talán a legnemesebb feladatra vállalkoznak azok, akik gyermekeket, a fiatalokat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben saját tudásukat és jóságukat osztják meg velük, és a mindennapokban példaként állnak meg előttünk. Kevés más olyan munka van, ahol ennyi a kudarc és ennyi az erőfeszítés. De ilyen sok lehet a siker, ahol ennyi ajándék és ennyi kellemes vagy kellemetlen meglepetés éri az embert. Mert a pedagógus nem csak tanár és nem csak nevelő. A pedagógus példa, sok esetben példakép. Engedjétek meg, hogy köszönetemet fejezzen ki egész éves munkátokért. Az ünneplés mellett egy picit szomorúság is van a szívünkben, mert két nagyon-nagyon több évtizede közöttünk dolgozó és számunkra nagyon kedves kollégáktól fogunk búcsúzni. Nyugdíjba vonulásod alkalmából Kemendi Istváné részére pedagógus szolgálati emlékérmet adományoz Balogh Zoltán miniszter úr. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Richternél Földesi Margit részére a pedagógus szolgálati emlékérem elismerését adományozza. Balogh Zoltán miniszter úr. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Schwabi Bolya részére elismerésül pedagógus nap alkalmából a jövő nemzedékért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért elismerő oklevélben részesíti. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekér Klára részére elismerésül pedagógus nap alkalmából a jövő nemzedékért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért elismerő oklevélben részesíti. Ő tanított betűt írni, megfogta a kezemet, így biztatott, nehogy feladd, ügyes vagy, ez megy neked. Mosolyával simogatott, dicsért kedves szóval, ha valami rosszat tettünk, elég volt egy csúhaj. Ha az utcán átsétáltunk, kézen fogva vezetett, ha valamit megkérdeztünk, már is jött a felelet. Mesét mondott, dalolt nekünk kedves csengő hangon, vitalait azóta is, szinte ma is hallom. A kis pirág elmond mindent, amit én csak érzek, az erőbb dolgos évet így köszönöm én meg. Boldog pedagógus napot! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fritz Éva részére elismerésül pedagógus nap alkalmával a jövő nemzedékért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért elismerő oklevelet ad át. Mi meg szeretnénk köszönni Kemendi István tanárnőnek az egész osztály nevében, hogy gondoskodott rólunk. Eddigi eredményes munkáját nagyon szépen köszönjük. Milyen nehéz mesterség, milyen komoly feladat, de mégis egy életre szóló hivatás. Vezesd őket, utat ne tévesz, s magadhoz mindig hű maradj, mert élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy. A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért aztán akár szárazság idején is képesek termőre fordulni. Az önök, a ti munkátok a legfontosabb. Ez a 8 év határozza meg az ember egész életét. Megköszönöm, és tiszteletemet fejezem ki
azért a dodoló munkáért, amit az elmúlt évben is végeztetek és a településért tettetek. Én mindenkinek megszorítanám a kezét, de mint hogy szokták mondani, hogy a jó köztük is vannak jobbak. Van egy hölgy, akinek külön köszönetemet fejezem ki, azért is, mert évek óta tanítja a piciket a járásra. De annak a hölgynek, aki a nyári időszakban is a színház körül, a rendezvényeken nagyon sok helyen megfordul évek óta, a közösség nevében, az önkormányzat nevében, a képviselők nevében egy jelképes ajándékot szeretnék átadni, egy emléktárgyat pontosabban. Szólítom ide Mikurcánét, és átadnám ezt az ajándéktárgyat. Mikurca Gáborné részére kimagasló pedagógiai munkájának elismeréséül köszönettel Balatonszászó önkormányzatnak. Fogad szeretettel. Írni tanítottál, bizony nem ment könnyen. Írás közben néha hullott is a könnyem. Odaültél mellém, vezetted a kezem, s egyszerre a betűk elindultak velem. De sokszor bíztattál, a betűk barátok, velük barangoljuk be a nagyvilágot.